Köszöntöm nézőinket, önök a Sopron Televízió pénteki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Riasztás. 15 esethez vonultak a tűzoltók a karácsonyi és a szilveszteri időszakban Sopron térségében. Turistaház. 40 fő befogadására alkalmas szálláshely épül a Mukkon. És vízkereszt. Jézus Krisztus megjelenését ünnepli a katolikus egyház. A karácsonyi és szilveszteri időszakban a soproni hivatásos tűzoltóegységeknek 15 riasztása volt a térségünkben. Lakástűzhöz nem kellett vonulniuk az ügyeletet ellátó egységeknek, többségében műszaki mentéshez riasztották a tűzoltókat. A szentestét az emberek többsége a szerettei és a hozzátartozói társaságában tölti, de vannak, akik azért dolgoznak ilyenkor is, hogy az ünnepi időszak zavartalanul és biztonságban teljen. A tűzoltó egységek folyamatos készenlétben voltak, a szolgálati létszámuk ebben az időszakban sem csökkent. Azt lehet elmondani, hogy a tűzesetek során nem sérült meg senki. Az egyik kettő tűzeset volt, az egyik az a szilveszterhez köthető, egy kuka égett az egyik parkban, a másik tűzesetünk egy konyhában keletkezett, amikor az étel ott maradt a gáztűzhelyen. A fakidőlések jellemzően a viharos szélnek a következménye voltak a fertőpart területén, és az ajtónyitások az jellemzően segítségnyújtás a mentőszolgálat részére, amikor egy-egy hozzátartozót nem érnek utol a rokonok vagy az ismerősök, és a kollégáink rendelkeznek olyan eszközökkel, hogy bármifajta ajtót ki tudnak nyitani. Az elmúlt két hétben 15 riasztása volt a soproni hivatásos tűzoltó egységeknek, valamint a Sopron-Kövesdi katasztrófavédelmi őrsnek. A riasztások között volt tűzeset, fakidőlés, valamint tűzjelző készülékek bejelzése is munkát adott a tűzoltóknak. Ebben az időszakban jellemző az, hogy a vezetők ezeken az ünnepnapokon bejönnek egy-egy szolgálatba, valamint mi is kölyök pezsgővel köszöntjük az új évet. Itt a Rendészeti Integrált Központban is az első karácsonyunkat töltöttük, belaktuk az épületet, és azt gondoljuk, hogy tényleg egy 21. századi épületben látjuk el a szolgálatunkat. A tűzoltóság szakemberei felhívják a figyelmet, hogy a tél további részében is legyünk körültekintőek. 40 fő befogadására alkalmas turistaház épül a Mukkon. A szálláshely az erdőházába látogató gyerekek, az erdei iskolások, a táborozók és a turisták fogadására is alkalmas lesz a jövőben. A Mukk turistaházat várhatóan 2023 tavaszán vehetik használatba a látogatók. Már 2022 második felében elindult az építkezés a Mukkon. A tanulmányi erdőgazdaság célja egy 40 fős szálláshely kialakítása, amint egy 300 méterre található erdőházától. A megvalósítást a Téri Ödön Nemzeti Turistaház Fejlesztési Program nyertes pályázata tette lehetővé. Maga a ház az 40 fő befogadására alkalmas, 6 darab olyan szobánk van, ami 6 fős, illetve 2 kétágyas szobával rendelkezünk, valamint egy olyan közösségi térrel, ami előadások megtartására, de akár étkezésre is alkalmas, hiszen mellette egy jól felszerelt konyhával várjuk majd a vendégeinket. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépést tettünk ezen a téren, hiszen korábban nem volt ilyen volumenű szálláshelyünk, ami ekkora létszám befogadására alkalmas, hiszen ha belegondolunk, azért ez a 40 fő már alkalmas lesz arra, hogy akár egy osztálykirándulás során egy teljes busszal érkező csapatot tudjunk itt elszállásolni, de lehetőséget ad például nyári táborok bentlakásos formában való megtartására, illetve emellett célközönségünk természetesen az olyan család, illetve kisebb vállalati céges rendezvények is, amelyek ekkora körülmények között, illetve ilyen helyszínen megtarthatóak, tehát azt gondolom, hogy igen széles körnek tudunk majd itt szállást kínálni. A turistaház működtetésében és üzemeltetésében a tervek szerint a Soproni Egyetem Lánfalusi Sándor közgazdaságtudományi karán hallgatói is részt vesznek. A leendő célközönség meghatározásánál nagy segítséget jelentett nekünk, hogy a Soproni Egyetem közgazdaságtudományi karának oktatói, akik a turizmus szakkal, illetve a turizmussal foglalkoznak, segítettek nekünk. A célcsoportok meghatározásában egészen konkrétan úgy, hogy már a hallgatókat is belemondtuk különböző dolgozatok elkészítése kapcsán ennek a meghatározásába, illetve a terveink közszerepel az is, hogy majd a működtetésbe és az üzemeltetésbe gyakorlat formájában a közgazdaságtudományi kar hallgatóit szeretnénk bevonni.
A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program célja, hogy hazánk aktív és ökoturisztikai térségeiben, illetve vonzó túraútjai mentén fenntartható, a közszolgáló vonzó szálláshely fejlesztés valósuljon meg. A MUK turistaházat várhatóan 2023 tavaszán vehetik birtokba a látogatók. Január 6-a több szempontból is nevezetes. Pénteken zárul a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsangi időszak. Hagyományosan sokan ekkor bontják le az ünnepi díszbe öltöztetett fenyőfát. A vízkereszthez számos népi hagyomány is kötődik, de kevesen tudják, hogy a keresztény kultúrkörben pontosan mit takar ez az ünnep. Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. A megváltó Jézus születésével Isten vállalja az emberi életet, és később a szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, az örök élet reményét. Az ünnep igazi neve Urunk megjelenése. Amikor karácsonykor megszületett Jézus Betlehemben, akkor egy szűk közösség, a betlehemi nép, a pásztorok keresik föl Jézust, Máriát, Józsefet. Itt a mai ünnepen arra emlékezünk, hogy a napkeleti bölcsek napkeletről, keletről, ahol a nap fölkel, indulnak el, hogy találkozzanak a messiással. Ebben benne van tulajdonképpen az egész világ vágya, hogy szeretne találkozni Istennel. Ez olyan ősi vágy, mert az ember Isten kereső. A magyar néphagyományban számos szokás alakult ki vízkereszthez kapcsolódóan. Ekkor a megszentelt vizet hazavitték, mert gyógyító erejében hittek, a tiszta szobában lévő házi szentelt víztartóba öntötték, hogy áldás legyen a házon. A vízszenteléssel, ez már nagyon közel van Urunk megkeresztelkedésével kapcsolatosan is, de a megszentelt víz arra emlékeztet, hogy Jézus a Jordán vizében megkeresztelkedett, és a vizet a keresztség anyagává tette. Tehát vízből és szentlélekből születünk újjá. És ezt a megszentelt vizet a hívek el is viszik haza. Van, ahol külön kis szentelt víztartó van, amivel keresztet vetnek reggel, amikor elindulnak, vagy amikor lezárják a napukat, vagy meghintik a szeretteiket, vagy az otthonaikat. Vízkereszt egyben a nagybőtig tartó farsangi időszak kezdete is. Hossza változó, a nagybőjt kezdetét jelentő hamvazó szerda időpontjától függ. Magyar Teátrum életműdíjat kapott Katona Imre, a Soproni Petőfi Színház rendezője, dramaturgja. A díjjal a kivételes színházi pályákat ismerik el. Ha ilyen nagy leszek, te mi leszel akkor? Seregek vezére, lovak! És te mi szeretnél? A díjazott Katona Imre Isten komédiása című misztérium játéka is szerepel a Soproni Petőfi Színház műsorán. Az író-rendező dramaturg munkáját a Magyar Teátrumi Társaság életműdíjjal ismerte el. Eleve az, hogy életműdíj, az annyit jelent, hogy mögötte van valami. Dolgok, amik megtörténtek, dolgok, amik létrejöttek, és ezeknek van egy közös tulajdonsága, mégpedig az, hogy nem lehet rajtuk változtatni. Nem lehet ezeket módosítani utólag. Tehát valamit, ami már adott, utólag nem befolyásolható, nem magyarázható nagyon másképp, nem lehet rajta korrigálni, azt az egészet utólag úgy ismerik el, hogy kitüntetést kapok érte, ez nekem szép visszaigazolás, és nem mondom azt, hogy nem volna ez számomra nagyon fontos és jó érzés. A Magyar Teátrumi Társaság 2010-ben díjat alapított azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a kulisszák takarásában működő színházi háttér és kiszolgáló szakmákra, egyúttal pedig erkölcsi és anyagi elismerést is nyújtson az azokat kiemelkedően magas szinten művelő szakembereknek. Újabb tematikus programmal várja az érdeklődőket 2023-ban a Sopron Régió Turisztikai Központ. Az ingyenes séták során Sopron rejtett oldalát is megismerhetik a látogatók, és történeteket hallhatnak a város múltjából. A vezetett túrák minden szombaton 11 órakor indulnak a Turinform irodától.
A program során megidézik az egykori lámpagyújtogató szellemét, hogy mesélje el a soproni szűz legendáját, a híres középkori bűneseteket vagy a pékkereszt legendáját. A város önkormányzat és a Turinform iroda ezzel szeretne kedveskedni mindazoknak, akik a Sopront választották üdülésük, pihenésük helyszínéül, és minden évnek megvan a saját témája. Két évvel ezelőtt nyilván a leghűségesebb város, a népszavazás volt a téma. Az elmúlt évben 2000 év a Borostyánkő út mellett adta a sorvezetőt, idén pedig úgy döntöttünk, hogy a sok-sok történelmi esemény mellett, hiszen Sopron ebben is gazdag. Népszavazás, koronázás, királylátogatás, Liszt Ferenc járta ezeket az utcákat, de mellette pedig ott vannak a mesék és a legendák, azok a sztorik, amik szerintem igazán szerethetővé teszik a várost, és ezzel válik úgymond teljessé Sopronról, amit tudunk. Sopron legismertebb jelképei közé tartozik a Kecsketemplom. A helyiek egyszerűen így emlegetik kiemelkedő főtéri műemlékünket, amely országos szinten jelentős történelmi események helyszínéül is szolgált, csaknem 7,5 évszázados fennállása során. A résztvevők a templom legendáját is megismerhetik. A kecske motívuma kint és bent is a templomban sokszor előfordul, és hát legendát is költöttek a soproniak természetesen, ami arról szól, hogy valamikor egy kincses ládikát fedezett fel az a kecske, amit megfaragtak, és a pásztor pedig a kincset behozva a városnak, a ferences atyáknak adta, és ebből a kecske kincséből épült a templom. Nyilván elmondjuk mindig a mesét is, de mellette a történelmi tényeket is, hogy ez a kecskés, a Geisel család, Patricius családnak a címerállata, és a Geisel család adott egy komoly pénz adományt a templom építéséhez. Bár ebben benn van egy kicsi fekete motívum is, hiszen Kecskés Harry, Geisel Harry, mint tudjuk, gyilkosság vágyába keveredett, és vezeklésül kellett átadnia az egyháznak a vagyonát. A rendezvényre a Sopron Régió Turisztikai Központ weboldalán, vagy a séta előtt a helyszínen is regisztrálhatnak. A másfél órás programon a soproniaknak is érdemes részt venni, hiszen számos új ismeretet és titkot ismerhetnek meg a leghűségesebb város múltjából. Az Euroliga 8. fordulójában a Sopron Basket hazai pályán verte a belga Kangaroos Mechelen gárdáját. A hazaiak rendkívül fordulatos mérkőzésen 71-64-es győzelmet arattak. A csütörtöki találkozó alaphangulatát a csapatkapitány fegyverneki Zsófia adta meg egy triplával, majd jelen a Brooks is fontos kosarakat szerzett. 7 perc elteltével már 18-8 állt a nagyórán, aztán a nyitó negyed végére 16 ponttal ellépett a magyar bajnok. A folytatásban nagyot fordult a meccs. A házigazdák 7 percig nem találtak a gyűrűbe, ez alatt az ellenfél egy 12-0-ás rohammal 4 pontra felzárkózott. A hosszú kosárcsendet Turner Yvonne törte meg, aki egy percen belül 7 pontot szórt. Váratlanul egy 13-0-ás hazai sorozat következett, a nagyszünetben 40-26 állt az eredményjelzőn. Térfélcsere után is hullámzott a mérkőzés. Brooks remeklésének köszönhetően azonban a zárószakasz 56-45-ről indulhatott, majd Ezi McGregor is elérte a 10 pontot. A hajrában a vendégek még egyszer feljöttek 5 pontra, de a zöld-sárgák sikere ekkor sem forgott veszélyben. Brooks a mezőny legjobbjaként 21 ponttal zárt. A soproni csapat egy hét múlva a török Mersint fogadja a nemzetközi porondon. Napsütéses és enyhe lesz a hétvége, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Jandl Norbert síoktató lesz, majd az Erdei utakon Revicki Gáborral című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton a legtöbb helyen hosszabb időre kisüthet a nap, de a Dunántúlon előfordulhatnak tartósan párás, ködös körzetek. Itt kisebb szitálás továbbra is kialakulhat. A hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul. Vasárnap eleinte több felé lesz párás, ködös a levegő, az északi tájakon elszórtan kisebb eső, egy-egy zápor előfordulhat. Délután 4 és 14 fok között alakulhatnak a maximumok. Hétfőn az erősen felhős borult égből nyugat felől egyre több felé várható eső, zápor.
Az élénk erős déli szélben kora délután 5 és 13 fok közé emelkedik a hőmérséklet.